És felvétel. Verje, verje, verje. De ma megy, 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 megy. Közi. Egy korábbi adásunkban sajnos nem a valóságnak megfelelő állítást tettünk. Ez nem igaz ebben a formában. Nem találtuk el, tippeltünk. Arra tippeltünk, hogy okosabbak vagyunk, mint egy ötödikes, vagy legalábbis, mint egy Verge szakértő, és a Windows-t most már nem 11-nek fogják nevezni, hanem csak Windows-nak, de kiderült, hogy a szakértők értenek hozzá jobban. Mondjuk a mi tippünket azt onnan vettük, hogy ezt a Microsoft mondta korábban magáról, de... Hiba volt támaszkodni arra, amit ők mondanak, tanulság. Így Ezek szerint ők valami politikai szervezet. Ez lehet a magyarázat. Így bízzál a tech Szóval ezúton gratulálunk a hozzáértőknek. Nem sokkal adásunk előtt volt a Microsoft konferencián bejelentve a Windows 11, ami nehezen volt követhető. Most ezt miért mondod? Te is a Microsoft saját oldalán követted nyomon? Viszont azt tweetelte ki. Nem volt az nehezen követhető, simán csak időnként szakadozott. Nem mertem kimondani, de Satya Nadella tweetelte ki a linkjét a YouTube-os csatornában, ahol lehetett követni, mert a Microsoft saját szerverei nem voltak képesek lépést tartani a divattal. Jó, hát most így... ezek szerint őket is meglepte az, hogy mennyi embert érdekel. Hm? A dolog pikantériája az, hogy nem csak a YouTube meg a Twitter segítette be, hanem a Newegg, aki egy viszonteladója a Microsoftnak, mert hogy nem office, nem egy hivatalos csatornát osztottak meg ezen a tweeten se, hanem a, a NewEgg-nek a saját közvetítését. Tehát simán benne lehetett volna a, a saját reklámjuk, kommentárjuk, bármi. Miért nevezi el valaki magát, jó mondjuk már pici puhának is, de új tojásnak végképp? Miért, ez melyik piacon hangzik nagyon jó? Abban a pillanatban még jó ötletnek tűnt. <laughs> nem gondolták, hogy ekkora lesz belőle. Az a szerencsé, hogy a Microsoftot volt, aki kisegítse, végül is mégiscsak egy két trillió dolláros értékű cégről beszélünk. Szerintem ennek lehet valahogy az eredménye, ők erre már korábban készültek, hogy cserébe, akkor ők is egy kicsit megtolják a Google szekerét. Igen, látok valami összefonódást, mert hogy az egyik bejelentés az arról szólt, hogy a Windows 11, ami hamarosan ingyenesen telepíthető lesz már azoknak, akiknek a gépe bírja, Kicsit izgulni kell. Ez egy olyan összefonódást hozott, hogy a Microsoft az Amazon partnerségével androidos alkalmazásokat tud már Windows-on futtatni. Tehát ez az Amazonos bolt érhető el a Windows 11-be, és arról fel lehet telepíteni androidos alkalmazásokat, és használni azt 11 alatt. Az az Amazon App Store-ból Android alkalmazásokat minden egyéb kiegészíti nélkül, csak úgy simán föltelepíteni és futtatni, sőt, akár kitűzni az asztalra. Ami azért vicces, mert igazából az Amazon App Store az egy ilyen kísérlet volt annak idején arra, hogy mi lenne, hogyha a konkurenciát csinálnának a Play Store-nak. Megoldották. Megoldották, de, de, de ez éveken keresztül döglődött, de most, most azt húzták elő. Ez az Amazonnak a saját tableteinek alkalmazás ellátására szolgál. Emeld fel a kezed, hogyha beszélni akarsz. Fölemeltem. Ó, tényleg. Hangomat is. Fölemeltem. Így. Ennek is van animációja, látod? A zenkaszteren is be lehet emelni a kezecskédet, hogyha valamikor meg akarsz szólalni. És akkor az egész ablakod ugra bugrál, és kiírja, hogy valamit akarsz mondani. Ez nagyon vicces, ezt még nem próbáltuk soha, mert ugye nem foglalkozunk azzal, csak egymás szavába vágva beszélünk. Rájöttek, hogy a Google Meet-en nem volt elég prominens ez a kézemelgetős animáció, és ezért most azt megjavították. És most mit csinál akkor? A fejlesztett verzió. Egy pici kezecske integet benne, de nagyon szolidan halványan. És mellette egy ilyen, mint a kertévékben, a hírekben egy ilyen kifutó csík így kiírja, hogy ki akar éppen beszélni, de mivel a teképedre képedre írja ki, ezért ezt remélhetőleg a beszélgetések többségében szokta tudni mindenki. Ez lett az új animáció. Most így őszintén szólva, hogyha szemem sarkából nézem, akkor valami mozgást látok ugyan, de mennyivel érdekesebb lenne, hogyha ezt lehetne tematizálni. Például, hogyha, mit tudom én, a, a háttérben ilyenkor automatikusan valami nagy dolog változna egy digitálisan animált, Mikulás keresztbe szaladna, vagy rénszarvas szarvaim nőnek, bocsánat, túl meleg van, vízfröccsenne a képen, mit tudom én, bikinis lányok szaladnának körbe, vagy testépítő fiúk, attól függ, hogy mit választasz. Én egy kicsit kicsit így célszerűbben gondolkozni. Én nagy piros nyilakat raknék köré az ember. Ja, így hogy öt irányból a, a fejére mutatva? Aha, aha, mert így ebből semmi nem látszik. És egy ilyen 30 fős meetingen egyszerűen a képek között nem veszed észre ezt a pici ikont, ami integet. Hozzátenném, rasszista, fehér kezecske. Nem Úgy lehet megváltoztatni a színét. Mi lenne, ha az ablakot kezden el villogni? Mit én piros hátterűre váltana a képed, egy ilyen piros filtert kapna, vagy vagy ne adj Isten tudod, mit animáljunk rá egy nagy kezet a képedre. Az nem jó azt a Zoom csinálja. Föltalálni a múltat dicsőség, nem? Eleve is nagy másolás verseny van itt a videócseteknél. Abszolút semmi nincsen benne, egy dolog viszont van, amit nem emeltek ki, és sokkal fontosabb, méghozzá az az, hogy minden egyes esetben, amikor ilyet használsz, akkor neked kell visszaengedni a kezedet. És ez az, amit nem emeltek ki a hírbe a vörgyösök, hogy ez végre magától visszaengedi, miután befogtad a szádat. De miért miután befogtad a szád, és miért nem amikor kinyitod? Vagy amikor elkezdtél beszélni. De tehát, hogyha megkaptad a szót, akkor, akkor visszaengedi a kezed. Ezt viszont még nem láttam máshol. De voltál ilyen megbeszélésen, amin, amin ilyen szókérés volt? Mert én több ilyen nem voltam, és mindig... Béla, most akarsz -e még valamit mondani? Béla, 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 Newton vagy Béla. Ugye több kiesésünk is volt az utóbbi időben méghozzá azért, mert rendszeresen levágják mostanában a szolgáltatásainkat, ezért kénytelenek voltunk backup szervereket létrehozni, és most onnan szolgálunk ki. Erre ma reggel még a kaptuk. Be. Nem esett ki egyébként a kezemből, csak egyik Winchesterünk megadta magát. De miért felszólította valaki, vagy mi történt? Na most páratlan lett. Kell neki párt találni. Szegény. És, és hogy fogunk neki párt találni? Tinderen. Szerintem legyen úgy, hogy bemutatunk neki egy másikat, és megkérdezzük, hogy tetszik-e. Jó az ötlet, de szerintem mindenképpen kéne, hogy beszélgessenek egy kicsit. Megismerjék egymást, kompatibilisek-e egymással. Akkor mégse Tinderen, ugye? Mert hogy ott, ott csak így húzogatsz jobbra-balra. Nincs keze, nem tud tinderezni. Meg hát ugye kép alapján most mi van, hogyha nem a QR kódos részét teszed föl, ki tudja, milyen címke van ráragasztva. Vagy nehogy Isten a hátoldalát mutatják, és akkor, akkor honnan tudod, hogy a, a vinyónak a popsi az megfelel a másiknak. Nem jó. Az megvan, hogy a Tinder a saját alapelvét lőtte éppen lábon? Igen. Ugye arról beszélgetünk, hogy ott az volt a lényeg, hogy valakit megpróbálsz megítélni egy fotó alapján, és eldöntöd 5 másodperc alatt, így nagyságrendileg, hogy tetszik, nem tetszik, és akkor csát. És most azt találták ki valamilyen indítatásból, hogy hát mégiscsak nem szép dolog így egy kép alapján megítélni a másikat. Ugye már eddig is elérhető volt egy picivel hosszabb leírás, de most kifejezetten lehetővé teszik azt, hogy az emberek beszélgessenek egy picit, meg max. 10 másodperces videókat is megosztanak magukról a bemutatkozójukban, mielőtt eldöntik, hogy jobbra vagy balra húzzák azt a bizonyos gombot. Ez így miben is különbözik egy átlagos randi aptól már? Nem teljesen átlagos lesz ez a történet, hanem ha jól láttam, ilyen interaktívvá teszik, az alkalmazás délután 6-tól éjfélig fog olyan kérdéseket feltenni, hogy melyik kép tetszik neked a legjobban, és 30 másodpercen belül erre, hogy aki válaszol, az megjelenik ebbe a chat ablakba, és így ezek alapján tudnak, tudják egymást bejelölni a hasonlóan gondolkodó. És éjféltől este hatig marad az eredeti funkció? Akkor ez valami pilotféle? Ez egy ilyen mini játék jellegű dolog. Egy ilyen clubhouse. Sokan vannak benne egyszerre, lehet válaszolgatni, beszélgetni, hát beszélgetni annyira nem, de válaszolgatni, és látják a válaszokat. Most akkor tulajdonképpen ők mit is csinálnak? Egy, 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 egy platformá próbálják alakítani ezt a Tindert, hogy így mindenféle ismerkedős módszert össze tudjanak kötni, és akkor mindenki majd azt választja, mi neki tetszik, hogy mi a haditerv? Így van, ahogy mondod, ami neki tetszik. Például a saját ö, referenciáit, hobbiait is beírhatja az ismerkedő, és azokból automatikus ajánlásokat fog kapni, ki az, akinek hasonló érdeklődési köre van. De akkor lesz már egy ilyen először, hogy ki az, aki hajlandó magáról több adatot is megadni, és eleve csak azokkal ismerkedhetsz, vagy hova fogunk innen kiukadni? Hát aki akar valakivel találkozni, az valószínűleg több adatot ad meg magáról el tudom képzelni, hogy ezt valahogy monetizálják is, és mondjuk maximum 5 címkét írhatsz be ingyen, és minden további címke az, az többe fog kerülni. És hogyha a hosszú címke, az címnek hívjuk, az szintén az a már oda lehet találni. Igen. Mi, mi lenne, hogyha ezt tovább azzal, hogy mondjuk csak akkor húzhatod jobbra vagy balra ezt a like gombot, hogyha az eszközeitek azt jelzik, hogy mondjuk minimum egy órán keresztül maximum három méteres távolságra voltatok egymástól. Akkor a Tindernek társulnia kéne az Apple-lel és a Google-lel. Jobbra vagy balra? Mivel ezek ellentétes oldalon állnak jobbra és balra. Azért belegondolsz, mekkora élmény, hogy, hogy valakivel találkozol, és, 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 és meccselsz, és azt a pillanatot azért meg kell örökíteni, nem? az arcod abban a pillanatban, amikor azt hiszed, hogy ő lehet az igazi? Aha. Hú, ezt áruljuk ilyen NFT-ként. 5 dollárért. 5 ezerért. Nézzük meg, hogy mennyire a kereslet. Letöltheted és küldünk neked egy képkeretet, amiben látod saját magad abban a pillanatban, amikor meccseltetek, és majd a később az esküvőtökön ebből lehet közös képkeretet is rendelni. Egy baj van ezzel az ötlettel. Na. No. Hogy ezt már kitalálták. <síns> Méghozzá Beeple, a világhírű digitális alkotó. Ez az, akinek az NFT-je az a 60 sok millió dollárért kelt el? Ő volt az, aki ilyen montást, egy kollást készített a saját cuccaiból, és azt értékesítette rekordáron 69 millió dollárért. Ő találta ki, hogy ilyen kis fényképeket bekeretez, nagyon ízléses kis keretbe, mindenhez sem megy, Digitális? És, és ezt kirakhatod Digit, ne, digitálisan készít egy fényképet, amit utána bekeretez neked, és szerintem ez simán papírkép. A, és a De van általában meg URCD a digitális tartalmat. Aha. És az a csak a tied? Ez a képkeret csak a tied, igen. De a tartalom is csak a tied. NFT-ként adja el, csak neked? NFT-ként adja el, és az csak a tied. Világírű pillanatokat néz ki, például? jelenleg, például a 2013-as Wimbledoni győzelme, és egy ebből kinyert Andy Murray. Aha. Ezt természetesen tudom. És uh, meg lehet venni a meccset egy képkeretben? És ha a győztes vár, fej... igen, meg a legjobb képeit meg lehet venni. gondolom, akkor a győzelmi beszédet külön meg lehet azt venni. És akkor ez csak a tiéd, és ha valaki meg akarja hallgatni, akkor, ja, akkor, azt meg tudja hallgatni, mert nem jár érte jogdíj. Igen, ezt sose értettem. Ezt meg tudja, igen. ez a, a QR kód nélkül is meg tudja nézni. Igen, mert ott a YouTube. Miért pont a híres, neves 2013-as Wimbledon az a történelmi momentum, amit meg lehet így vásárolni? Ez csak egy a sok közül. Miért nem Churchill valamelyik beszéde, vagy mit tudom én? Szerintem ezt a katalógust, ezt még bővíteni fogják. A Wimbledon az azért érdekes, mert abban több verziót is lehet venni. 50 dollártól kezdődik és egészen 5000 dollárig tart. Különböző. Mi van, amikor más szerelések vannak? Van, ami egy aláírt poszterrel együtt, van egy, ami egyenesen a 2022-es Wimbledoni meccsekre szóló jegyekkel, van amelyik ö, a, a, díjnak a másolatával, sőt, van amelyik ténylegesen digitális képkerettel megy. Ja, Mert akkor tehát most az az állítás, hogy föltaláltuk a valamilyen múltbeli felvétel újraértékesítését, ajándéktárgya kiegészítve, ami teljesen offline már egyébként, uh -huh és azért kérünk pénzt, hogy tulajdonképpen veszel egy 2022-es Wimbledoni belépőt, de kapsz hozzá NFT-ként egy képet, vagy egy rövid videót arról, ahogy Murray 2013-ban nyert ugyanott. Azért ez elég elvadultnak kell lenni. A csúcs egyébként az, hogy magát murray veszed meg 30 percre, mert a legdrágább csomagban ő szerepel, és lehet vele teniszezni 30 percen keresztül. A kérdés, hogy erről a teniszmeccsről Igazi, vagy egy avatárja? Igazi, igazi, teljesen igazi, Mörivel. Az tök gondolom. Erről a meccsről készülhet-e ilyen NFT, és azért fizetned kell le? Hogy ne? És mi lenne, ha éjjel csinálnánk egy ilyet, amikor így játszol? Tehát, hogy egy, egy, egy olyan videót, amit így nem egyszerűséggel összemörzsölthetünk egy éjjel, és akkor bármelyik Féderer meccsen te lehetsz igazából Féderer helyében, játszhatsz Murray ellen, és akkor még jó esélye nyersz is. Na? Deepfake-et? Aha. 2021 van, mit akarsz? És milyen már, hogy élőben játszol? Úgy is megver. De ennek semmi értelmét nem látom. De ott van a Canonnak a legújabb kamerája, amit a kínai irodákban már ugye elkezdtek telepíteni, és... Ez milyen kamera? Nem lehet túl okos, mert az van, hogy a belépőkártyákon is mosolyogni kell, meg a belépéshez is mosolyogni kell, mert csak úgy ismer föl. Szerintem ez ilyen buta AI, mert ugye a többi azt felismer úgy is, ha nem ugyanazt az arckifejezést vágod. A Canon a kínai irodáiban olyan mesterséges intelligenciával rendelkező kamerákat telepített, amely csak mosolygó munkásokat enged be. Miért? Belegondoltál abba, hogy, hogy milyen az, amikor elmész mondjuk Ázsiába, és nem szokta a gyomrod az ottani ételeket? Még nem próbáltam. És hát olyankor, olyankor az emberre heveny hasmenés jön rá. Képzeld el, amikor ebben az állapotban... Be akarsz rohadni az irodába? Ott állsz az iroda ajtaja előtt, és nem nyílik ki, mert neked most ne, te, neked nem őszinte a mosolyod. <laughs> és amikor felmondasz, akkor nem mehetsz haza. Kifele enged, és akkor egyébként őszinte lesz a mosolyod is. Teszem hozzá. <laughs> Ugye az eredeti koncepció az az, ez régóta jól ismert, hogyha jókedvű vagy, akkor endorfint termelsz és mosolyogsz, jobban megy a munka. És jobban is megy a munka természetesen, és tudjuk, hogy visszafele is igaz ugyanez, tehát ha mosolyogsz, akkor egyébként endorfint termelsz visszahatólag is, amitől ténylegesen jobb kedvű leszel, és akkor valószínűleg megint csak termelékenyebb, tehát valami ilyesmi lehetett a háttérben, csak egy picit, mintha túlszaladt volna a szabó De Kínáról lévén szó, mi lenne, ha például Mondjuk a felvonuláshoz szükséges komoly arcot, díszlépést is be kéne tudni mutatni, hogy bizonyos helyekre beléphess, mondjuk egy minisztériumban. Azt vizsgálnák, hogy tudsz-e elég komoly arcot kamerába tisztelegni, és csak akkor enged be, hogyha azt szépen csinálod. Uh -huh. Azon gondolkozom, hogy ezt most ugye Kínába vezették be, akkor nyilván kínaiakon trénálték az AI-t. Igen. Szerinted ez működik más bőrszínűnek is? Vajon egyformán solygunk? Tehát az a kérdés, hogy a kínai szolid mosoly, vagy a, nem tudom, a déleurópai európai ezerfogas mosoly az egyformán elfogadható a neki? És hogy tudja megkülönböztetni a vicsorgást? Igen, hogy őszinte kacajt, ez lett volna a kérdés, hogy őszinte vár, amikor a fogsoraid egyébként már el is válnak egymástól, és esetleg a nyelved látszik nagyobb részt. Mit csinál, hogyha egy parti bohóc akar belépni? A festett mosoly. És azok a hölgyek, akik túl sminkelik magá, vagy azok, akik be vannak botoxolva teljesen? Komolyra botoxolták az arcát. Hát szerintem ez egy mellélövés. Lehet. Nem tudom, egyébként nálad meleg van? Kellemetlenül én is azt tapasztaltam, hogy mintha az utóbbi napok forrósága az, az nem enyhülne. Nem, úgynevezett hőségriadó van. Mi lenne, ha megküzdenél a hőséggel? Mondjuk ehhez már föl kell vonultatni a nehéz fegyverzetet, nem? Vegyem a kereplőmet, meg a szabjámat szaladja ki, és verjem szét, vagy mi a haditerv? Nehéz fegyverzet, tankokkal. Tan tan tankokkal. Tankjú. Vízágyú? Vízágyú és tank. Vízágyú és tank. Mire gondolsz? Csodálatos terméket találtam nemrégiben. Ez a termék pedig a vizitank. Egy olyan kétéltű. Szerintem csak úszni tud. Tehát a kerekei azok valójában rá vannak festve az oldalára. Olyan felfújható tankról van szó, amely az ágyújából egy elég méretes vízipisztol segítségével tud vizet fröcskölni. Szerintem ilyen harceszközökkel egész kellemessé lehet tenni a hőség elleni védekezést. Akkor ez ilyen medence tank, amivel az ilyen felfújható aligátorok, meg hatjuk, meg unikornisok ellen lehet hadviselni? És ez ilyen gyerekjáték, vagy felnőttek is ülhetnek ilyen vízitankba, mondjuk medencében, vagy valahol? Elméletileg 100 kg fölötti teherbírása van, és egészen jó arra is, hogy egymás ellen lehessen medencében harcolni a gyerekeknek, hiszen ilyen partizán akcióval fölkapaszkodsz a tank hátsó részén, is nem tudnak lelőni. Akkor ez a World of Tanks-nek a vízi kiadása? Ez bizony, és ez abszolút nem pixeles. Ja, hogy full HD. Full 3 d De jó! Vannak arra ilyen tanulmányok, hogy milyen körülmények között hogyan kell lőni? Tehát van, van már hozzá hack, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy te legyél a leghatékonyabb tankász? Tanklövész? Valami kimutatás arról akár a fröccsenő víz mintájából, hogy akkor így visszellemezve, hogy akkor hova kell lőni ahhoz, hogy a másik gyorsabban legyen víz, vagy süllyedjen, sü süllyedjen el. Hogy kell kilőni a dugóját? Ilyenek már vannak, vagy ez még annyira gyerekcipőben jár, hogy még csak felfújni tudjuk meg lövöldözni vele aztán örülni, mint hülye gyerek? 100 kilót elbíró, tehát nem annyira gyerekcipő. De még nem fejlesztették ki a megfelelő taktikai és stratégiai látásmódot ahhoz, hogy ez ezzel sikeres hadjáratokra menjél. Micsoda is. De ez a fröccsenés dolog, ez így most szöget ütött a fejembe, ami sokkal jobb. Nem, így, hogy akár, a tankba ütötte úgy, volna. ütött volna. Igen. Mert? Mert hogy láttál ilyen CSI vagy hasonló sorozatokat valaha? Persze. Azokban mindig van olyan, hogy akkor jön a nagyon nagy tiszteletű és iszonyatosan okos helyszínelő, és megmondja a Frankót, hogy a tettes az 17 Szól, hat hüvelyk magas, meg egy rósejbni, és alulról felfele balkézzel... kézzel 47 fokos szögben lőtt, mert igen, úgy, úgy, fröccsent a vér. Igen, ilyeneket már láttam. És hiányzik a bal alsó gyűrűs új perce, mert az látszik, hogy a fröccsenés mintáján is ott lett volna. És így, mi csináltál? Ez ezt hogy számoltad ki? Hát olyankor szokták azt, hogy, hogy ilyen, hát úgy, hogy egy laborban ö, azé, csüngő disznó tetemre lőttek, és akkor arról a, a vér az úgy vetődött, hogy, és akkor annak a mintázatát összehasonlították azzal, ami az éppen aktuális áldozatnak a képe, de az ilyen megerősítő bizonyíték szokott lenni, nem? Hogy mert, hogyha ezt innen ilyen szögben csinálod, úgy számoltuk ki, akkor nézd, pont ugyanolyan mintát ad. Így szokott lenni ez igen, a tudományos. És, és, több mint 150 éve használják a bizonyítási eljárások során a fröccsenés analízist, és képzeld el, 150 év után valaki vette a fáradtságot, és megpróbálta bemérni azt, hogy ez milyen, milyen megbízhatóságú vizsgálat. És ugyanazt az elemzést sokszor végeztett el 75 különböző szakértő, és kiderült, hogy a vizsgált esetekben több mint 11 os hiba arányjal rátával dolgoznak, és rettentően más dolgokat tudnak levonni következtetésként a különböző szakértők ugyanabból a bizonyíték almazból. Hoppá. Hát sajnos úgy néz ki, hogy, hogy ez valamint a harapásnyom analízis, a haj szóval, analízis, ez mégsem egy exakt tudomány, ez az állítás? Ezek nem. Tudod, melyik volt a kedvencem, amit megkérdőjeleztek nem régiben? Na. A kék farmer analízis. Tessék? Kék farmer analízis. A farmer. Farmer. Jól értett. Nem a hupikék, törpikék mezőgazdasági munkására gondolunk. Az a kerti törp, hogy mi, hogy van? Az a kerti törp, törp, igen. Na, kerti törp, törp kertész, hogy hívják? Kertész törp? Kertész törp, igen. A vagy az pedig a vajett törp. Ezt már mondtam, de mindegy. Ez továbbra is mindig megfájdult tőle a fejem. Igen. Képzeld el, azt találták ki, hogy a tömegtermelt ruha nemük egyedi új lenyomatként működhetnek, ugyanis a ruha mintázata egyedi lenyomatot hagy, és ez a mintázat, ez minden egyes ruha nemű esetén, akár a tömegtermeltnél is, teljesen eltérő. Ez volt a állítás, és kiderült, hogy mégsem. Tehát, hogyha vizes nadrágban leülök egy kőre, meg te is egy ugyanolyan típusú kőre, akkor meg tudják mondani, hogy melyikünk hol ült, hogyha nem a fenék fenékmintánkat látják, hanem csak annak egy darabját, csak az anyag lenyomatból? Az anyag lenyomat alapján, igen. Aha. Ugye ezek az illeszkedéseknél, ezek annyira egyediek kell lennének, hogy legyenek, mint egy új lenyomat. Egyébként onnan jött ez az ötlet, hogy a térfigyelő kamerákon a mintás ruháknak az illeszkedése, tehát a varrásoknál, mondjuk egy kockás inga válnál, hogyan illeszkedik össze, hogy ez egyedi lehetne, de hát lássuk be, nem, nem az. Egy olyan ruhaneműből, amiből több millió darabot csináltak, annál elég nagy a valószínűsége, hogy tökéletesen ugyanúgy illeszkedjen. Már csak a statisztika miatt igen, a statisztikailag egyszerűen nem lesz megkülönböztethető, és lássuk be, az önök, pixelesebb is egy kicsit. Ezt akartam mondani, a térfigyelő kamerák nem tudom hány pixelben rögzítenek, de úgy képzelem, hogy nem a 108 megapixeles Huawei kamerák, hanem inkább a 2 megapixelhez közelítő gyári biztonsági kamerák világa. Igen, és... Hiszen általában az is csoda, hogy azt megállapít, hogy van-e szakálla, -e, vagy nincs az elkövetőnek, ugye? Sajnos ez a csodálatos tudományág, ez, ez is megcáfolásra került. Ó, oh, de kár. De milyen jó, hogy emberek ebből meg tudnak élni? Mikor mindig rájövök, hogy mi választottunk rossz szakmát. Egyébként ezt az egyediséget meg tudom érteni, hogyha ha egyedileg készített ruhadarab van, hiszen az olló, amikor a szabó szab, az vándorolhat jobbra-balra. Picasso volt az egyetlen ember, aki tudott tökéletes kort rajzolni szabad ez az állítás. Urban legend. De vajon egyenest hányan tudnak szagni? Képzeld el, hogy most láttam egy szuper jó eszközt, innentől nem lesz az, hogy fél oldalra csak nyírod a csomagoló papír. Vonalzó és nitszer, Aha. A helyet képzeld el, ollóval, ollóval képes leszel rá. Vonalzó és az olló egyik szeret végig húzod. Na, 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 Nem, nem. Szabad kézzel. Lézer kivetítős ollót készítettek most képzeld el. Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna csak simán lézer. Lézer végig húzod A vonalzó meg. mellett. És az is működhetne. Ugye, csak a rendkedvét. Az a helyzet, hogy nekem van egy olyan dekopír fűrészem, aminek van ilyen lézervezérlője, amiről azt kell tudni, hogy olyan szinten csálé, hogy egyszer próbáltam a mentén vágni, de a, az egyenes helyet kört sikerült. A dekopír az valami sminkes cucc? Hát úgy értem, hogy dekorpír. Na jó, hagyjuk a púdert. Figyelj, és akkor van egy ilyen szuperfullos ollód, ha jól értem, akkor raktak bele egy lézerpointert, és akkor ezzel most tudsz egyeneset vágni. Ez, ez, ez a feature? Uh -huh. És bal vagy jobb kezes olló. Ez, a nyélbe van építve. Nem valószínű, hogy a nyél tetejére oda rakod a kezedet. Egyébként ez, amit a képen látok, ez egy jobb kezes olló, ami kirekesztő. Igen, ezért kezdtem, hogy ugye gondoltak arra, hogy az emberek egy jelentős része a másik kezével vett. Minden bizonyja. És figyelj, nem lehetne vele, mit tudom én, ilyen továbbfejlesztés, hogy dinamikusan változtatja, hogy milyen irányba vágsz, és egy rendes szabás mintát kivetítetni vele? Tehát, hogy attól függően, hogy pozíció szerint merre jár éppen az olló, folyamatosan változtatja mondjuk a vágandó irányt és mintát, és akkor, mit tudom, én lehetne vele szép ívet vágni, nekem mondjuk az nagyobb gondot okoz, mint egyenest, hogy egy adott íven áll mondjuk ez a lézer, és folyamatosan igazodik ahhoz, amerre már járt, hiszen meg tudja határozni a mozgásából, hogy merre jár, esetleg nehogy is ne egy külső kamerával még így visszaellenőrizni. Vagy... Aha, akkor építsünk még egy gyroszkópot bele, legyen egy dual rendszer, ami két oldalról. Így van, és akkor lehetne végre rendesen fraktált kivágni, és nem kéne ezzel a papírfélbehajtással izé hópi héket fogdostatni a gyerekekkel, hanem lenne egy olyan, hogy papírfélbehajtása, meg negyedelése, meg 16 odolása nélkül tudnak rendes, szép hópi hét kivágni. Kicsit ugyan pepecsebb, de csak követni kell a rajzot, amit fölfestnek neked oda ez az olló. Akkor maradjunk inkább a lézervágónál. Jó, de legalább akkor az óvodásokat le lehet kötni, és kézzel tudnak mégis szépet kivágni. Ez is jó, nem? Miért akarsz óvodásokat lekötözni? Ő, nem lekötözni akartam őket lekötni. A betétet is lekötöm, nem lekötözöm. Annak se lesz jó vége. Ez igaz. Tudod, minek nem lesz még jó vége? Igen, a betétet nem nagyon van értelme lekötni, mert ugye nincs rajta semmi nyereséged, mert lényegében nulla mindenhol a kamat. Szóval egyszerűbb befektetni valami jó cuccba. Mondjuk... Vegyél rajta videókártyát. De hát az... az... Abból nő a bitcoin a videokártyából, előtettük a videokártyákat. Milyen mélyre kell esni? Mi a trükk? Milyen Csak földbe? Csak egy picit. B nem tudom egyébként, szerintem homokba kell, nem? Szilíciumot. De várjál a videokártyáknál, tehát hogyha van egy kis pénzem, azt tudtuk, hogy eddig is videokártyát kellett venni, mert a használt is többet ér évről évre. Ez egy jó ötlet. De mintha De most, már most azt nem. hallottam volna, hogy ez nem annyira nagy biznisz mégsem. Ugye néhány hete mondtuk, hogy a kínaiak elég rendesen odaléptek a bitcoin piac szabályozásának, és, és ott hát most visszaesett a kereslet, fogalmazzunk úgy. Még hozzá elég komolyan léptek oda, az energiafogyasztás bemérése alapján megkeresték azokat a helyeket, ahol feltehetőleg bitcoin bánya művelés folyik, és rajtuk ütöttek néhányon, a többiek azok pedig maguktól megelőző csapást mértek önmagukra, és becsukták a bányát, és emiatt számos használt GPU kiárusításra került, lenyomták az árakat úgy ha olvastam valahol, hogy nagyjából akár harmadára is visszaestek a videokártya árak egy-két hét alatt ettől. Így van. Ez még mindig többe kerül, mint a listára, mint ezeket hirdetik. De legalább már közelít. Igen. Ami nekem tetszett a hírben, az egyébként az energia megtakarítás, amit ezzel elértek. Ez ugyan kínai léptékkel valószínűleg kerekítési hiba. Egy 8 gigawatt óra megtakarításról beszélünk. Így összehasonlításként ez valamivel több, mint a, nagyságrendileg a magyar csúcsáramfogyasztás egy ilyen négy paksnak felel meg ez a termelés és felhasználás. Azért az nem semmi. És ez csak a kriptó gyártásra ment el eddig, vagy fenntartásra. És valószínűleg nem mindenki adta föl. Ö, de tudod, hogy adták föl? Na, hogy? Postán. Azt olvastam, hogy potomáron lehet Amerikában hozzájutni teljes kriptorigekhez, Mihez? Tehát ilyen kisebb kriptogyárakat exportálnak Kínából úgy, ahogy van. Egy konténerbe rakják és küldik? Konténerbe rakják, küldik, és ha jól emlékszem, 35 dolláros kilónkénti áron vette meg a a szereléket valamelyik megrendelő, azt majd megkeressem, mert az a cikk nincs. Megvan, összeállt, összeállt. Emlékszel a múltkor másk valamelyik sivatagba telepített egy ilyen nagy konténer előművet? Igen. Aztán az amerikai bitcoin szövetséggel megállapodtak arról, hogy akkor hogyan lesznek ott a lokál szabályok. Igen. Majd most a kínaiak fogják és konténerszám értékesítik a saját hardverüket. Musk mit Igen. fog csinálni? Egymás mellé teszi a két konténercsomagot, és a puszta közepén napenergiából termel bitcoint. Vagy hát ugye valami mást, mert hiszen a bitcoinra azt mondta, hogy ez neki nem elég zöld. Ha! Megoldotta, lenyomta az árakat is hozzá. És hogyha ezt csinálja, akkor felhasználja azt a sok napenergiát? energiát. Aha, az meg is nem, nem lesz van. ilyen rohadt meleg. A napelem alatt nem annyira. Á, napelem alatt lehet hűsölni. Uh -huh. Csak azért kérdezem, mert hogy most problémát okoz már megint a meleg Amerikában. Ez hagyományos. Igen, hát a Arizonában meleg van, ezt tudtuk. Nem picit. És azon lepődtek meg Texasban, nem régiben, hogy egyik pillanatra a másikra kikapcsolt a légkondicionálójuk. Igen. De hogy történhetett ez meg? Úgy, hogy Amerikában képzeld el, hogy az áramszolgáltatóknál lehetőség van arra, hogy úgy kösél kedvezményes szolgáltatási csomagot, olyan, mint nálunk a geotarifa vagy valami hasonló, hogy cserébe vállalod hogy távolról vezérelhető az áramszolgáltatás nálad, és például távolról vezérelhető termosztátokat szerel föl a szolgáltató, és hogyha mondjuk, ne Isten, nagyon meleg van, és túlfogyasztás lenne áramból, akkor lehetősége van távolról átállítani egy-két fokkal magasabbra a nálad várható benti hőmérsékletet, ezzel csökkentve a légkondinak az energiaigényét, és megoldva, hogy jusson mindenkinek egy kicsi hideg, nem a teljes, amit szeretné, nem 19 fok lesz, hanem mondjuk 25 a lakásban, de mindenkinél, és nem teljes áramszünet. Ez nekem nagyon tetszik, én eddig egyébként nem tudtam, hogy ilyen létezik. Igen, gyakorlatilag okos otthon kiépítéseket adtak jutányos áron, és beleírták egyébként az apró betűsbe, hogy ez azzal is jár, hogy kikapcsolják az áramodat, hogyha, illetve hát a, a fűtésedet, hogyha éppen arról van szó, de a fűtésedet is. Nagyon szomorúak lettek azok, akik így jártak. De csak azért, mert nem olvasták el rendesen a szerződésüket. Én különben azt gondolom, hogy ez társadalmi szempontból egy. Az jó megoldás, kicsit olyan, mint a távhő, csak most meg tudjuk csinálni elektromos árammal is. Ez nem egy szociális program volt azért. Ez egy merőben kapitalista hozzáállás, ugyanis a cég, aki ezt csinálta, az azért csinálta ezt, hogy ementén le tudja korlátozni a kisfogyasztókat, és a komolyabb szerződési feltételekkel rendelkező nagyfogyasztók számára biztosítja az áramot. Sajnos ez nem feltétlen esik össze a társadalmi hasznossági megítélésével, és szerintem azok, akik ilyen a báramon vannak, azok inkább a cégek, mint sem mondjuk a kórházak, vagy iskolák. Ó, hát ez kellemetlen. Tehát sajnos kapitalizmus van itt. Mégsem volt ez olyan jó ötlet, azt mondod? Is. Sem. Nem. Hmm. De ebbe a melegbe azért tojást lehetne sütni. Csak kéne hozzá valami edény. Motorháztető. Lecsúszik róla a tojás. Valami ilyen vok kéne. Dok a motorháztetőre. Tudod, mit találtam ki? Na. Ilyen óvá, vagy homorú edényként föl lehetne használni, és tök jó állványa is van alapból, az ilyen kis antennákat, mint például a, a, az Elon Musknak a starlink ének a antennái. Hmm. Mondjuk azok amúgy sem működnek 50 fok fölött. Ez kiderült. De hogyha már amúgy sem működik, akkor miért ne süssél benne tojást? Úgy is olyan meleg van. Hát mert majd, ha egyszer leül, akkor lehet, hogy még szükséged lesz rá. Vagy addig elmosogatod, mi? Mosogatáshoz egyébként javasolnám, nem, benne tojást, első fok, esetleg egy jó stéket. majd ha azt megetted, akkor öntsed föl az egész tálat meleg vízzel, tegyél bele egy jó zacskós levest, egy kicsit így fordítva lesz a menü, de akkor még eszel azt is, és akkor mire kicsit lejjebb a hőmérséklet, addigra jól lakottam fogod várni, hogy újra legyen interneted. Aha. Starling diéta. Igen, és ahhoz mit szólsz, hogy amikor megsütötted a cuccodat, addig úgyse internetezel, mert, mert, mert még, in, még, főzés közben miért internetezni. Hát mert onnan akartad nézni a receptet. Te tényleg? Akkor valami nagyon egyszerűt kell csinálni, mire emlékszel a receptjére. Kinyomtatod. Környezetbarátom. Zöld csuhában. De utána még egyszer fölöntöd vízzel, hiszen azt is el kell mosni valahogy. Akkor még csinálsz egy teát is. De akkor már nem lesz olyan piszkos. Én arra gondoltam, ja. hogy onnantól már lábásztatónak is jó lesz. És akkor hűti a lábadat, közben tudsz netezni. Jó, de legközelebb, mielőtt nekiállsz, ugyanennek a manővernek szerintem most kiutána. <laughs> nem baj, este, amikor elmész aludni, vissza a kis celládba, akkor ígérd meg, hogy alaposan átmosogatod, kiöblíted, és úgy teszed le száradni, hogy jól megszáradjon. Egyébként tudod, mire használható, amikor éppen nem használod? Gyorsan meg fog száradni. A gyümölcs fölött lehet ilyen búra, és akkor nem lesz muslítás reggelre a banán, meg az őszi barack az asztalodon. All in one. Gyümölcs szeretnéd használni ezt a drága eszközt? Nem, 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 nem. A gyümölcs tál fölé borított kupolának, hogy ne férjenek be alá a bogarak. Ennél több eszembom. Csak nem sokkal. Mire lehet még alkalmas? Ból és És hmm. palastónak. Nem jó, mert fölfor benne a gupi. Akkor lehet benne a halászlevet is csinálni? Hmm. A napelemes bogrács? Igen, De. föltaláltuk. Az a baj, hogy ettől nem lesz hidegebb. Ay, őrizzük meg a képét ennek a csodának az emlékeinkbe. Tudod, hogy hogy lehet egyedivé tenni azt? Persze, hogy ne. Hát hozom a kis polaroidomat, kattintok egyet. És tessék. Ez bárki tud polaroiddal kattintani. Akinek van lehet kapni ilyen, fél, félméretű. Mi? Féleszűnek félméretű? félméretű, félméretű, félméretű? Aha. Az mi? Nem olyan, mint a régi nagy négyzet alakú, hanem, hanem egy kicsit ilyen elnyújtottabb, azt hiszem 16-9-es. Értem. És akkor? Az a baj a, a hogy... Elmúlik róla a kép. Meg úgy, úgy elmennek a színek. Olyan kifakul. Hát, mint a bolti nyugtákon. Arra is rá van hogy még hány évig látszik rajta a szöveg. <laughs> Hőpapír. Holó. Hoppá, most így vissza, visszagondolva a hőpapírt a lézeres ollóval, hogy vágod? Oké. Okay? Belegondolva azt, hogy, hogy, hogy ne fakuljon ki, ne menjenek el a színek, ne menjen el a kép, egy dolgot tudsz szerintem csinálni. Na. Kihímzed. Kihímzed. Precíziós hímzéssel? Ez konkrétan egy trend, méghozzá egy Artemis nevű... Az nem így a lövögeti hátra a hímző fonalat. Ezen gondolkoztam, hogy elképzelhető. Kis csomókat így mindig oda a nyíl végére, és akkor azok ott ragadnak a képen. De hát a nevében van, hogy Miss. Az azt jelenti, hogy néha mellélő. És az megvan, hogy amit kiad a kezéből, az az Arta Hát, döntsd el, hogy Art-e, vagy Miss. Na ez nem egy NFT. Ez egy valóságos műalkotás. Gyönyörűen kihímzi azokat a felejthetetlen polaroid képeket, amiket készítettél. Egy jó időtálló darab. Igen. És ezt lehet olyat kérni tőle, hogy ö, igazi fotót is hímezzen és küldjön el neked? Van ilyen szolgáltatás? Ne rendelhető? Átküldöm neki jépekben, és ő nekem kihímezve? Mert igazából akkor egy erővel bármit, bármit, is lehetne. Alapítsunk erre egy bizniszt. Úgy is ráérünk itt. Szövegetünk, kötögetünk. Terveket. Időnként csak konteókat szövegetünk, de hát, ha meg tudunk, igen hímezünk, hámozunk, hát ha. Hmm. Erre én el tudok képzelni egy ilyen robot hímzőt. Ami csak detektálja, hogy milyen szín, és már lövés, hogy uh -huh. így van. Uh -huh. Uh -huh. Na gyere, menjünk vissza a cellába, jövő hétig kitaláljuk. Az a baj, hogy tőlünk elvették a szúrós eszközöket. De az agyan vág, mint a beretva. Hát, azzal a beretva nem fogod átvágni az ereid. Bár vérmérgezést kaphatnál milyen rozsdás. Hő menjünk vissza. Köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok minket legközelebb is, amikor sztárvendéggel érkezünk. Ismét. Lájkoljatok. Like Sereljetek. Sziasztok. Sziasztok. Hát, kicsit benéztük ezt. Hát, talán nem kezdünk semmit. Visszafordultam sajnos az előző adásunkban ismét benéztünk valamit nem az elő, az, az előzőben volt nem az előző előtt valamikor pajtás nem véletlen vagy te az ártosztályon ha ebben hiszel ezért tartom ilyen kis faradékalitkába a telefon de nem is hívnak rajta fölöslegesen Ez <laughs> biztos nagyon szora a hálózat de, de abban a pillanatban hogy berakom faradékalitkába teljesen elmegy minden igen, a múltkor is beszéltem a, az ügyfélszolgálattal, de az a legérdekesebb, hogy amikor velük beszélek, akkor mindig van elő. És amit visszateszem a kalitkába, mindig újra megszűnik. Igen. Kiveszem a telefont, rögtön működik. Abban a pillanat, hogy lerakom a kezembe, a kis aludóbozba, eltűnik. Ki érti ezt? Nem érti. És azt mondják, hogy a hiba nálam van. Pedig én nem hibázhatok. Hát az eredeti hír az ugye az... Mi az eredeti hír? Kedves hallgatók, reméljük jövőre is csat... Megpróbáltam valami komolyabb véget, véget vetni a zenének. Nem sikerült. Életve, de...